Köszönöm benneteket újra a csatornámon, egy beszélgetős videót fogok ma nektek készíteni. Instán megkérdeztelek benneteket, hogy milyen szeretnétek. Igazából a kérdezfeleleket én is unom talán egy kicsit, úgyhogy a beszélgetős mellett döntöttem, és ez azért van, mert nem érzem magam annyira jól. Ilyen klímás megfázásom van, nem tudom, tudjátok milyen az, de úgy konkrétan nem fáj a torkom, vagy nem köhögök, hanem nincs lázam, hála az ének, mert azt tényleg utálom, hanem csak olyan gyenge vagyok, olyan, úgy tudjátok, mindig leülnék, mindig pihennék, egyszer melegem van, aztán fázom, ég a szemem, de nagyon furcsa ilyen, nem tudom, ilyen furcsa megfázásom van igazából is, és úgy éreztem, hogy nem tudnék most mondjuk egy sminkre koncentrálni, de az ilyen beszélgetős videókat sokkal könnyebben le tudom forgatni nektek, és aztán sokkal könnyebben meg is tudom vágni, és nem akartalak benneteket videó nélkül hagyni, úgyhogy ma egy ilyen storytime-os videót hozok nektek, és arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha a gimis éveimről, ahogy mi mondjuk itt licis éveimről beszélnék picit. Szerintem erről nem igazán volt még szó, annak ellenére, hogy 18-24 egyébként így a fő célcsoportom, tehát legtöbben, akik engem néznek, azok 18 és 24 év közötti lányok. A második helyen, tehát ennek, hogy is kezdtem a mondatot? Ennek ellenére, igen, a második helyen ennél fiatalabb lányok néznek engem. Áldottam a hajam mindegy, szóval a második helyen a 14-18 év közötti lányok találhatók, és egyébként sokan is kértétek, hogy legyen szó picit a gimis éveimről, hogy én hogyan éltem meg, hogyan tudtam beilleszkedni, mennyire volt nehéz így átvinni az egészet. Ugye az egy elég kritikus 4 év tud lenni sokaknak az életében, úgyhogy arra gondoltam, hogy én az én 4 évemről szeretnék picit nektek mesélni, esetleg pár sztorit is elmondok, hogyha egy eszembe jut közben, és igazából csak így betekintést szeretnék nyújtani abba, hogy amikor én végeztem el ezt a 4 éves dolgot, akkor milyen volt az élet, én hogyan éltem meg, és miket éltem át, úgyhogy storytime, gimis 4 év, erről lesz ma szó. Mondom, mi licinek szólítjuk egyébként, vagy mondjuk liceum ugye nálunk, de tudom, hogy ti giminek mondjátok inkább, vagy középsuli igazából. Úgyhogy ez lesz a mai videóban, remélem, hogy tetszeni fog, és remélem, hogy nem bánjátok, hogy ma egy picit lazább a dolog már, mint hogy nem sminkelünk, hanem beszélgetünk, de nagyon remélem és bízom abban, hogy tudunk érinteni pár olyan témát, ami jól fog esni esetleg pár embernek, vagy így tudok vele segíteni az én tanácsaimat elmondva természetesen. Tehát, aki esetleg nem tudná rólam, azt el szeretném mondani, hogy én Nagykárolyban nőttem fel, Románia ugye ez, Páció. Igazából nagyon közel vagyunk a magyar határhoz, és ezért mindig is magyarul is és románul is beszéltünk. Az első nyelvem egyébként a magyar, tehát az az én anyanyelvem, itthon mi magyarul beszélünk, de román oviba és aztán román suliba is mentem. Itt azért fontosnak tartom elmondani, hogy szerintem ez egy nagyon-nagyon jó dolog volt, vagy nagyon jó döntés volt a szüleim részéről, hogy román tagozatra írattak be engem, mert van egyébként magyar tagozat is. Úgy gondolom, hogy ezért ezzel nagyon sokat nyertem. Egyhogy ugye perfekt, meg tanultam románul, szerintem az egy nagyon-nagyon fontos dolog, mert aki magyar tagozatos, szerintem annak picit nehezebb a románt úgy elsajátítani, úgyhogy ilyen szempontból szerintem szuper volt az, hogy mi román tagozatra kerültünk, én is, meg a tesóm is, Inez. Szóval a lényeg, hogy mindig is román suliba jártam, de ugye nagyon sok magyar ismerősöm volt, mi magyarul beszéltünk itthon, és azt kell tudni rólam, hogy általános iskolában voltam 5. osztályig, 4-ig, tehát 1-től 4-ig egy általános suliba jártam, és aztán képzeljétek el, hogy nagyon jó angoltanárnőm volt, de nagyon furcsa stílussal rendelkezett, igazából nagyon csúnyán beszélt a diákokkal velem is, és nagyon nagy stressz volt számomra ez az angoltanárnő, ez még mondom általános iskolában, és 4. úgy döntöttünk szüleimmel, hogy akkor én elmennék abból az általános suliból, tehát ugye természetesen 1-től 8-ig kellett volna ott lennem, de 5. tehát egy 5. osztály indult az egyik liceumban, az egyik középsuliban itt Nagykárolyban, ami akkor is a legjobb középsulinak számított, egyébként most is így van ez, és indítottak egy ilyen 5. osztály dolgot, angol informatika szakkal,
Virgoncka. Szóval ez egy nagyon nagy dolog volt, mert ugye kivettek abból az osztályból, és átvittek egy teljesen másik közegbe, abban bízva, hogy ott nekem jobb lesz. És ez azért volt nagyon furcsa, mert ugye mi bekerültünk egy középsuliba, ahol normálisan 9-től 12-ig vannak osztályok, tehát értitek, és mi 5-esekként átkerültünk oda, de ugyanakkor ez nagyon-nagyon vagány volt. Kicsit kihívás volt szerintem a tanároknak is az, hogy ugye ők meg voltak szokva azzal, hogy 9-12 anyagát tanítsák a diákoknak, hiszen csak olyan osztályok voltak akkor, vagy addig, viszont mostantól fog jönni egy 5-es osztály is, akinek ugye tanítanunk kell, hiszen nekünk is azok a középsulis tanárok voltak a tanáraink. Nagyon élveztük, mert mi 5-es kis gyerekekként bekerültünk a nagyok közé, hát voltak ott ugye 12-es nagy fiúk, lányok, és mi ezt annyira tudtuk élvezni, és annyira vagány volt az egész. És igazából azért mondom el, hogy lássátok majd így a gimi is valahol kötődni fog ehhez ez a 3 évhez, amit előzőleg eltöltöttem ebben a középsuliban. Szóval 5-től 8-ig mi itt tanultunk, elég sokan voltunk egyébként az osztályban, sokan voltak, azt hiszem voltak sokan, ugye abból az osztályból, ahonnan én eljöttem, tehát nem volt teljesen új a közeg, de azért új osztálytársakat kaptam nagy részben, és kifejezetten jó élmény volt ez az egész, valahogy sokkal nyugodtabb voltam, annak ellenére, hogy olyan tanárok tanítottak bennünket, akik ugye a 9-12-höz vannak szokva, és nem feltétlenül hozzánk, de nagyon-nagyon jól teljesített szerintem mindenki, ott ismertem meg a legjobb tanárnőt a világon, akit azóta is imádok, biológia tanárnő egyébként, és így szuperül telt az a 3 év, valahogy így bele tudtunk szokni abba a környezetbe, tehát már ismertük a sulit, hiszen aztán 9-et ott folytattam abban a középiskolában, ahol az 5-8-at is megcsináltam. Ugye sok esetben a tanárokkal is probléma van, hogy még nem ismeritek őket, nem tudjátok a tanítási stílusukat, mert egyébként ezen múlik az egész, higgyétek el, hogyha egyszer úgy, hogy is mondjam, belerázótok és megismertek a tanárnak a stílusát, mi az, amit szeret, mi az, amit elvár, mi az, ami mondjuk nem tudom mire allergiás a tanár idézőjelben, ha ezeket kitapasztaljátok, akkor sokkal könnyebb lesz az egész tanulási folyamat és az, hogy hogyan tudtok teljesíteni, akkor úgymond a legnehezebb, míg így belejöztök az egészbe, és aztán könnyebb lesz 10-11-12-ben. Na, a lényeg, hogy ilyen szempontból nekem sokkal könnyebb volt ez az egész, mert én már ismertem a tanárokat, ők is ismertek engem, vagy bennünket, akik ugye ott folytattuk, és a tanárokkal nem volt feltétlenül gond. Persze nagyon sok új tanár is érkezett, de különösebb gondra nem emlékszem. A 9. nekünk úgy volt, képzeljétek, hogy a középsuliban nem volt elég osztályterem, és tehát nem volt elég nagy a suli, és így a 9-eseket áttették egy, hát, hogy is mondjam, így az udvaron lévő másik épületbe, és az nem volt annyira jó olyan szempontból, hogy nagyon kicsi volt az osztályterem, nagyon zsúfoltak voltunk, tehát tényleg egyáltalán nem volt kellemes az az egy év ilyen szempontból, mert sosem volt levegő, nem volt szép az épület, nem volt szép az osztályterem, nem volt igényes, tehát, hogy így helyileg nem volt az igazi, meg hát ugye az volt még a rossz, hogy bármikor nekünk menni kellett mondjuk kajáért, vagy bármi, vagy szeretünk volna nagy épületbe menni, akkor kb. A szünet fele arra ment el, hogy ingáztunk az épületek között, el tudjátok képzelni, mert ez elég úgy hátul volt igazából, tehát nem is mellette az épület, mert hanem picit hátrébb, a tornaterem mögött. Szóval a 9. az úgy telt, hogy így próbáltuk egymást megszokni, rosszak voltak a körülmények, de azért el voltunk, természetesen nem volt ezzel gond. És aztán jön a 10., 11-12, és ebben a 3 évben már átjöttünk ugyan nagy a főépületbe, a többiekhez, és ez tényleg egy ilyen megnyúvás volt, hogy úristen, végre akkor megszabadultunk a kis épülettől, és akkor bejöhetünk a nagyok közé ismét, mert egyébként 4-től 8-ig a nagyok között voltunk, tehát a főépületben. Na, úgyhogy visszatértünk a főépületbe, és akkor kezdődött a 10-11. A 10. még egyébként szerintem nem volt annyira nehéz, tehát az egy ilyen olyan év volt, ami így könnyen átsurrantam, nem voltak különösebb nehézségek, de a 11 volt szerintem a legnehezebb évem, én úgy emlékszem rá, hogy akkor kellett leginkább húzni. Aztán a 12 ugye az érettségi miatt volt nehéz, de egyébként tantárgyak szempontjából nem volt annyira vészes a 12. A 11 volt az, amikor szerintem a legeslegtöbbet kellett úgymond tanulni, vagy nekem az volt, akkor csináltam az angol nyelvvizsgát, és lehet, hogy az is hozzátett
szerintem igen, az is hozzátett ahhoz, hogy egy picit nehezebbnek éreztem így a sulit, de, de a tizedik az ugye, amikor átjutunk a főépületbe, az, az egyébként nem volt rossz. Tehát én matek infóra jártam egyébként, és nagyon sok matek volt, nagyon sok infó volt, kémia, fizika, biológia, hát a szokásos, tudjátok, angol is volt egyébként. Tehát egy reál beállítottságú osztály voltunk, és egy nagyon-nagyon jó osztály szerintem, olyan szempontból, hogy mi folyamatosan felkészültünk az órákra, nem voltak ilyen nagy kicsapongásaink, kilengéseink. Egyébként én úgy emlékszem vissza erre a 4 évre, mint az egyik legszebb periódus az életemből, és ez tényleg így is van, mert igaz, hogy nagyon-nagyon nehéz átvészelni olyan szempontból, hogy beilleszkedni, meg akkor történnek az emberrel dolgok, ugye, de összességében szerintem mindenkinek egy nagyon-nagyon szép periódus az a 4 év, és igazából egy összetartó, olyan szempontból összetartó osztály voltunk, hogy jóban voltunk egymással, nem mindenki egyébként, de szerintem ez mindenhol így van, tehát voltak kis csoportok. Én első padban ültem egyébként a fal melletti soron, tehát ugye ablak közép fal, és a fal melletti soron ültem az első padban. Mi azt a sulis időszakot éltük, amikor nem volt ugye telefon, nem voltak ilyen drámák, mint amik most vannak, vagy hát nem is tudom, hogy magyarázom, valahogy így teljesen más volt abban az időben felnőni, mint most, úgy gondolom. Nekem nem volt akkor okostelefonom, nem, hogy nekem senkinek nem volt. Egy Nokia 3310-esen volt, képzeljétek el, először, azt hiszem, igen, 15 éves koromban kaptam a telefont, Nokia 3310-es, és aztán pedig, amire nagyon-nagyon vágytam, és aztán végül megkaptam apáiktól egy ilyen, az is Nokia? Igen, az is Nokia volt, 3737 talán, azt hiszem a neve, ilyen félkör alakú rózsaszín bézsel, és így oldalra csúsztatható telefon, biztos tudjátok, hogy miről beszélek. Mármint nem a kis fiatalkábbak, hanem a velem egykorúak, és én azt a telefont legelőször az egyik kedvenc számom klipjében láttam, és tudtam, hogy na, nekem ez a telefon fog kelleni, és akkor azt megkaptam, nagyon boldog voltam, és évekig, de tényleg évekig az a telefonom volt meg, és nem voltam hajlandó váltani, tehát már komolyan 20 éves voltam, de egyszerűen nem bírtam azt a telefont leváltani, úgyhogy évekig az volt meg nekem, tele volt képekkel, hát tudjátok, milyen képeket csináltak az ilyen régi telefonok, hát majdnem semmilyen képeket, a 3310-es nem is hiszem, hogy csinált fotókat. Szóval, amikor mi voltunk lítősek, akkor nem volt ez a fotózzuk le egymást, selfie, képek az óráról, tanárokról, de ilyen nem volt. SMS-ek voltak, ezt be kell vallani, hogy ilyen, hogy rajzóra, vagy nem tudom, tornaóra, amikor pont nem tornáztam, akkor folyamatosan telefonoztunk, és nálunk az SMS volt egyébként a sláger, ugye más nem volt, illetve hát 11-12-ben talán megjelent a High Five, de hát az is ugye természetesen csak gépről működött, és az sem gyakran, hiszen nem volt itthon internetünk, hanem el kellett menni az internet kávézóba, és akkor ott cseteltünk High Five-on, stb. Hihetetlen. Szóval SMS volt a sláger, és képzeljétek el, ha hisztek, ha nem, biztos, hogy van még köztetek olyan, aki ezt tudta vagy csinálta, pad alatt. Olyan szinten tudtam SMS-ezni, tehát profi voltam az SMS-ezésben, olyan szinten ment már a dolog, hogy nem kellett oda néznem, és meg tudtam írni egy teljes SMS-t hibátlanul. Tehát nem volt benne karakterhiba, ami azt jelenti, hogy képzeljétek el, néztem a tanárt, ugye, amit magyaráz, vagy éppen ami történik, és a pad alatt én így nyomtam a dolgokat, tudtam ugye, hogy mit kell megnyomni, és nem kellett, csak egyszerűen pörgetem az agyamban a szöveget, és folyamatosan tudtam gépelni, vagy mihez nyomni a telefont úgy, hogy tökéletesen leírtam egy SMS-t. Ez volt az én talentumom akkoriban. Igen, borzalmas, de mindegy, szóval az SMS-ek azok azért mentek durván, illetve amire még nagyon jó szívvel is, és mosolyogva gondolok vissza, az, hogy mi annak idején úgy jeleztük egymásnak, hogy gondolunk egymásra. Képzeljétek el, ez annyira vicces, hogy csak megcsörgettük egymást. Egy appelt adtam, ami azt jelentette, hogy a számot, tehát egy csörgést a számra, és lezártam. És hogyha ezt megtettem, akkor a másik ember tudta, hogy én rá gondolok, vagy hogy az eszemben van, és jelzek neki, hogy hé, mi újság, és akkor, ha megápeláltad a másikat, akkor nagyon menő voltál, és ő visszaápelált. Ugye ő visszacsörgetett, és akkor így ment, akár, nem tudom, 20-30 csörgés egy nap oda-vissza. De ennyi volt a kommunikáció.
Sulival kapcsolatban egy-két vicces történet, ami így eszembe jutott. Amúgy így nem voltunk rosszak, tehát olyan szempontból nem voltunk rosszak, hogy így még a lógásokkal is voltak problémáink, tehát azért nem gyakran lógtunk órákról. Egy olyan óra volt, vagy hát tanárnak az órája volt, amit egyszerűen nem bírtunk, komolyan mondom, nem bírtuk ki az óráját. Egy nagyon-nagyon furcsa tanáról van szó, aki okos, és elismerem az ő tudását, meg elmélkedő is, és tényleg szuper, hiper szuper, de egyszerűen minket nem tudott lekötni, mint diákokat, nem fogom elmondani a nevét. Akik esetleg ide járnak, vagy jártak, és most néznek engem, biztos, hogy tudják, hogy kiről van szó, román tagozatról egyébként származik a tanár úr. És hát ilyen logikát, meg vállalkozási dolgokat tanított nekünk, de logika az nagyon megmaradt. Szóval a lényeg, hogy így logika és filozófia hasonló tantárgyak, és egyszerűen annyira elméleti síkon ment az egész, meg annyira nem voltunk elméleti síkon, ugye mi a reál tanulók, annyira nem voltunk azon a síkon, hogy ez valami borzasztó. Tehát az volt az óra, amikor mindig el szerettünk volna menni. A lényeg az, hogy ő folyamatosan feleltetett, tehát bejött, és úgy adta jegyet, nem teszt. Nagyon ritkán volt írásos teszt, legtöbbször felelni kellett nála, és hát ugye a kérdésekkel tudjátok képzelni, milyenek voltak, és akkor ezt nagyon nem akartuk, úgyhogy arról az óráról elég gyakran lógtunk, vagy hát igen, eljöttünk. Hány hiányzás volt a megengedett? Nem emlékszem. De ugye az volt a maximum, tehát annál tovább nem mentünk, viszont egyszer annyira nem volt kedvünk hozzá ez az órához, így az egész osztály tényleg ki volt borulva, hogy ez most meg fog történni. Egyébként ilyen 2-től 3-ig voltak ezek az órák pénteken, vagy hát nem tudom, el tudjátok képzelni, hogy már tényleg senkinek nem volt kedve hozzá, de tényleg péntek volt. Emlékszem, hogy pénteken is volt ez az óra, borzalmas volt mindig, és annyira nem volt kedvünk hozzá, talán tesztet kellett volna írnunk, hogy megbeszéltük az egész osztállyal azt, hogy mi lenne, hogyha mi most közösen ellúgnánk erről az óráról, és az egyik, azt hiszem az egyik osztálytársunk, akinek megvolt a telefonszáma, valami ilyesmi lehetett, írt neki egy SMS-t az osztálytársunk, hogy kedves tanár úr, most minket nem fog megtalálni az osztályban, viszont jöjjön ebbe is ebbe az étterembe, ott leszünk és találkozzunk ott. Képzeljétek el! És mi az osztállyal beültünk ebbe az étterembe, meginni valami, dumcsizni, beszélgetni, amikor csak azt veszük észre, hogy a tanár úr közeledik. Az ablakon keresztül láttuk, hogy jön, és jön be. És képzeljétek el, a tanár bejött az étterembe, leült mellénk, vagy velünk, hozzánk az asztalhoz, ő is kért magának egy üdítőt, és beszélgettünk egész óra alatt az étteremben. Nem hiszem el. Tehát ilyen szempontból komolyan mondom, emellem kalapom előtte, hogy ő ezt megtette, és vette úgymond a viccet, értitek, és eljött oda, és ott beszélgetett velünk. Miközben nekünk suliban kellett volna lenni, és órát kellett volna tartania. Na de mindegy, ez megtörtént, és ez szerintem annyira magányi visszagondolva, de hát nem is tudom, hol volt az eszünk. Illetve ami még így vicces, és így eszembe jutott, a fizika volt az én gyenge pontom, és nem tudom, hogy mostanában hogy történik, vagy hogyan zajlanak az órák, de régen úgy volt, vagy nálunk úgy volt, hogy ugye feladatokat oldottunk meg, és az volt, hogy minden egyes órán valaki kijött ugye a padból, és megoldotta az adott feladatokat a táblánál, ugye? Hát, és sokkal sorba mentünk, ahogy ültünk. Na hát én már komolyan mondom, hetekkel előtte, hogy mondjuk rám került volna a sor, izgultam, ezen stresszeltem, hogy Jézus Mária, fizikánál ki kell menjek a táblához, és meg kell oldanom a feladatot, és fogalmam sincs semmiről. Na most mi legyen? Amikor pedig már közeledett a nap, tudtam, hogy na holnap, mit tudom én, előttem van valakinél már a sor, tehát én biztos, hogy sorra fogok kerülni. Képzeljétek el, képes voltam nem elmenni aznap. Egész nap nem mentem a suliba, csak azért, hogy fizikán ne kelljen kimennem a táblához, mert egyszerűen nem tudtam ezt a stresszt elviselni, persze semmit nem tudtam, igazából ez volt a gond. És a tanárnő olyan jó kis dinamikus volt, és tudjátok, úgy szégyeltem magam előtte, mert nagyon kedveltem a tanárnőt, meg most is nagyon kedvelem. És úgy annyira szégyeltem magam előtte, hogy én semmit nem tudok fizikából, hogy egyszerűen inkább az egész napot kivettem, és betegnek tituláltam magam, csak ne kelljen fizikából kimennem.
ilyeneket is csináltam. Egyébként, ha visszagondolok így apáikra, meg a szüleinkre, hogy milyenek voltak velünk így annak idején, tehát apának is el tudtam ezeket mondani, meg anyának is, hogy anya, semmit nem tudok fizikából, apa, nem akarok kimenni a táblához. És mit mondtak erre apáik? Drága fiam, gyermekem, ne menjél holnap iskolába, az jó lesz az. Tehát ők tipikusan azok voltak, akik minket inkább kiküldtek az udvarra játszani, vagy mikor még kisebbek voltunk, persze, csak ne tanuljunk olyan sokat. Tehát igazából az volt, hogy mi nagyon-nagyon lelkiismeretesek voltunk Inezzel, és mindig megcsináltunk mindent, mindig tanultunk, nem volt velünk soha gond. És apáik mindig olyanok voltak, hogy ó, jó van, az tanuljál egy kicsit, de aztán inkább mással törd az idődet. És pont ezért volt nagyon jó ez az egész, mert mi nagyon is tudtuk, hogy mit kell csinálnunk, apáik meg sohasem erőszakolták ránk a tanulást, vagy azt, hogy még nyomd meg, még csináld meg, nehogy kimenjél, nem szabad, 5 órát benülsz és tanulsz, mert ha nem, akkor nem tudom, mi lesz, vagy hogyha kis jegyet hoztunk haza, soha nem volt belőle probléma, tehát soha abszolút, és annyira örülök, hogy ilyen mentalitása van a szüleimnek, hogy így gondolkoztak, mert ezzel tökéletes volt az egész. Tehát általában ugye, amit nagyon akarnak a szülők, vagy amit tiltanak a szülők a gyerektől, a gyerek pont azt fogja akarni megcsinálni legjobban. Tehát tudtuk, hogy hol vannak a határok, de ők sosem erőszakoltak ránk semmit, és soha nem köteleztek semmire. És ez szerintem nagyon-nagyon jó, és én is pont ugyanígy szeretném felnevelni a gyerekeimet, mert szerintem ez tökéletes. Ha tiltasz valamit tőle, akkor pont azt fogja akarni megcsinálni, és meg is fogja csinálni az a gyerek. Sokan kérdeztek ilyet, hogy hogyan illeszkedtem be, és nem voltak esetleg problémák, vagy nem voltam önbizalomhiányos, mikor kisebb voltam. És egyébként a beilleszkedéssel voltak problémák, leginkább így elsőben, másodikban, mert ugye román tagozatra kerültem, és mi itthon magyarul beszéltünk, és ez nem gimi, ugye, hanem én mikor kisebb voltam, és nagyon sokat nevettek rajtam egyébként az osztálytársaim, természetes reakció volt a részükről, hisz gyerekek voltak, és nem tudták, hogy hogyan kell ezt kezelni. Én nem tudtam jól ragozni románul még ugye elsőben, másodikban, hiszen nem volt honnan tudjak, ott tanultam meg, és nagyon-nagyon sokszor rosszul fejeztem ki magam, és folyamatosan kikacagtak, de igazából ezzel nem volt probléma olyan szempontból, hogy hát így kacagjanak, vagy hát nem is tudom, akkor is olyan voltam, hogy nem próbáltam nem magamra venni azokat a dolgokat, amik nem feltétlenül az én hibám, hiszen nem voltam én hibás azért, mert nem tudtam tökéletesen románul, tanulgattam, és akkor még tényleg kicsi voltam, de valahogy így nem vettem magamra, vagy emiatt nem voltam sosem szomorú. Persze nem esett jól, hogy engem kinevetnek a suliban, viszont túltettem magam gyorsan rajta, és nem volt probléma. Úgyhogy ezt javaslom nektek is. Aztán 9-ben, tehát 9-től 12-ig nem voltak ilyen gondok, mert egyébként nem volt problémám így különösen senkivel. Voltak olyan esetek, amikor így... amiatt, mert magyar vagyok, vagy magyar is vagyok, mert én magyar is vagyok, így csúságoltak velem, vagy azt mondták rám, hogy bozgorvájka, ami azt jelenti, hogy hontalan. Tehát így voltak ilyenek, viszont ezt sem vettem magamra, úgyhogy elment tényleg így a fülem mellett, vagy egyikembe másikon ki, és ennyi volt az egész, hiszen hogyha minden hülyeséget meghall az ember, vagy ha minden hülyeséget felvesz, vagy ha minden hülyeségnek próbál eleget tenni, akkor végül is nem lesz boldog, és csak ebből fog kiállni az élete. Tehát mindenkit úgy sem lehet boldoggá tenni, mindenkinek úgysem fogunk tudni megfelelni, úgyhogy amikor valami olyasmit mondtak nekem az emberek, amikkel meg szerettek volna sérteni, akkor tényleg így teljes mértékben így ignoráltam a dolgot, és szerintem ez a legjobb, amit ti is tehetek, hogyha bántanak benneteket a suliban, akkor gondoljatok arra, hogy igazából ő csak azért bánt benneteket, mert saját magával van valami gondja, és ez tényleg igaz, ez nem csak közhely. Aki bánt másokat, az azért bántja a többieket, mert önmagával nincsen rendben, vagy önmagában van valami probléma, amit így próbál kifejezni. És ez tényleg így van, úgyhogy próbáljátok meg ignorálni, mert hogyha kötölözködtök vele, akkor fontosnak fogja magát érezni, és akkor még inkább belead mindent, és még rosszabb lesz a szituáció. Tehát a legjobb az, hogyha az ilyesmivel nem foglalkozunk, és csak tovább megyünk, én is így csináltam, nem volt különösebb, tehát nem bántalmaztak, szóban természetesen, különösebben engem, tehát nem voltam az a típus, akit így előszedtek folyamatosan, de azért mondom, voltak esetek, és nem vettem magamra is, és akkor így ennyi volt az egész. Úgyhogy nem szabad felvenni a rossz indulatú kommenteket, vagy
beszólásokat, vagy megjegyzéseket suliban. Aztán jött ugye az érettségi 12-ben, és hát az egy nehezebb periódus volt olyan szempontból, hogy folyamatosan stresszelt minket a tudata annak, hogy na most akkor itt lesz az érettségi, úristen, mi lesz? Hát igazából nem lett semmi. Tanultunk rá, felkészültünk, és igazából a titok itt az, hogy folyamatosan készüljetek fel, nem abban a két hétben, amikor fel lehet készülni rá, vagy van egy ilyen felkészülési idő, nem abban a két hétben kell mindent megtanulni, hanem hogyha folyamatosan picit témában vagytok, hát most nem kell megölni magatokat, de ha folyamatosan témában vagytok a dolgokkal, akkor nem igazán érhet meglepetés az érettségin, én úgy gondolom. És nálunk képzeljétek el, úgy van, hogy még az érettségi előtt van a... mi ez a ballagás, és aznap van a bankett is, ugye a buli. Hát a ballagás az jó volt, nagyon azzal nem volt probléma, utána így volt egy ilyen kis családi ebéd, ugye ilyenkor ezt szokott történni, hogy a családdal összeülnek a diákok, és akkor egy ebéd, és akkor este jött a bankett. Na hát amúgy nem tudom, hogy hol volt az eszem, még erről gyorsan mesélek picit, nem tudom, hogy hol volt az eszem, de annyira rosszul néztem ki azon a banketten, mert nem rosszul, hanem valószínűleg ez volt akkor a divat, tehát nem akarom magamat hibáztatni, mert akkor biztos, hogy az jónak tűnt, de most így, így ugye visszatekintve, annyira nem úgy kellett volna felöltöznöm, annyira nem volt jó a sminkem, annyira nem volt jó a hajam, de egy fekete, csillogó, ilyen testhez simuló ruci volt rajtam, és ilyen, tudjátok, pár nélküli volt, de én ahhoz felvettem egy fekete pántos melltartót, tehát a kis pántja az itt kilátszott. Igazából lehet, hogy úgy nézett ki, mintha a ruha lenne pántos, de a lényeg borzalmas volt. Ahhoz vettem fel egy, hát komolyan mondom, striptease bárba illő magas sarkút. Elképesztő, hogy nézett ki. Képzeljétek el, fekete volt, lak, szanda, de ilyen platformja volt, és a platform, meg a sarok is ilyen átlátszó műanyag volt. El tudjátok ti ezt képzelni, úgyhogy nézhettem ki, na az volt rajtam, a hajam fullra betupírozva, de olyan szinten betupírozva, hogy volt egy ekkora fejem, ilyen seprűs volt a hajam, picit göndör, de mégsem, és ehhez párosult egy brutál fekete smokey look, tehát fekete volt a szemem, de olyan fekete, hogy ilyet még nem láttatok, hála az égnek nude ajkakkal, hát igen, akkor is már azt szerettem, és én így mentem el banketre. Na hát képzeljétek el, egyébként a bankett nagyon-nagyon jó volt, táncoltunk egész éjszaka, van róla videófelvétel, hát elképesztő röhelyes, de azért aranyos, és reggel 7-ig voltunk, tehát reggel 7-kor hazasétáltunk a bankettről, osztálytársakkal együtt, úgyhogy igen, világos van, úgyhogy nagyon-nagyon jó volt az az este, és akkor aztán volt két hét felkészülési idő, és aztán érettségi. Tehát most hirtelen ennyi jutott eszembe. Egyébként próbálok majd pár képet is keresni nektek, amiket így úgy de meleg van, rá tudok tenni a videóra így illusztrációként, nem tudom, hogy mennyit fogok találni, mert egyébként mondom, nem voltak telefonjaink, meg fényképezőgépeink, és nem nagyon vannak képek abból a periódusból, tényleg, tehát max olyan képek születtek, amiket előhivattunk aztán, ugye, és max utólag lefényképeztem őket, de igen, megpróbálok majd előkutatni egy-két fotót. Szóval így ennyi jutott eszembe erről a 4 évről, ha jobban átgondolnám, akkor lehet még több sztori beugrana, de egyébként így hirtelen ennyi jött. Remélem tetszett ez a kis storytime videó a gimis éveimről. Ha szeretnétek még ilyen storytime-ot, akkor szívesen mesélek nektek, írjátok meg, hogy milyen témában szeretnétek ezt hallani. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek. Ha nektek is van ilyen vicces sztoritok mondjuk gimiből, akkor azokat szívesen olvasnám a komment szekcióban, ha van kedvetek, akkor osszátok meg velünk. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek, és sok puszit küldök nektek.